második napirendi pontra, ami a Szent István gimnázium igazgatói álláshelyére kiírt pályázat értékelése. Igazgatói pályázat elbírálása és igazgató kinevezése. Ezt nyílt ülésen tárgyaljuk, nem tudom, meg tetszettek kapni az anyagot. Viszontlátásra! Meg tetszettek-e kapni az anyagot? Kérdezném. Nos. Én nem kaptam belőle, de köszönöm szépen a kollégáknak. A Pázmán Péter Katolikus Egyetemi sorra fog kerülni, de ez nem az. Köszönöm szépen. Az előterjesztéssel kapcsolatban egy-két gondolatot szeretnék elmondani. Úgy látom azonban, hogy Kínál képviselőasszony és Jónás képviselő úr ügyrendben jelentkeznek. Én azt gondolom, hogyha ez a Szent István gimnáziumhoz kötődik, megadom a szót, hogyha az előző napirendhez nem véletlenül határozott úgy a testület, 17 igennel, hogy nem nyitunk a kérdésről vitát, hogy nyugodtan folytathassuk a mai munkát. Tehát én azt gondolom, hogy elég nagy többség volt ahhoz, hogy most ne térjünk ehhez vissza. Képviselőtársak, ha ebben a körben, akkor nem tudok ügyrendben szót adni, ha bármi másban, akkor én megadom a szót. Kinek, képviselőasszony? Én István ügybe szeretnék. Hogyne, azt lehet. Jónás, akkor tessék mondani. Fejezzük ezt be ezt a kört is utána. Jónás képviselő úr. Én személyes megtámadtatáson ügyén szeretném. Én nem emlékszem ilyenre. De én igen, nem is tudom. Jó, akkor közölte, hogy ebben az előterjesztésen kidolgozatlan volt. Ebben nem adom meg. Nem volt kidolgozatlan, ugyanolyan konkrétumot tartalmazott. Képviselő úr, az történt, hogy én egy indoklást mondtam el, amiért másik javaslatot készítettem elő. Ezt a testület 17 aránggal elfogadta. Miért nem szavazhatunk az én napi? 17 arán, 17 igen. Képviselő, a 17 igen, 5 ellenében nem elég nem döntés, és így betetszik kívánni, akkor a legrosszabb hogy képviselő, köszönöm, és akkor Kínál képviselő azt mondja, Szent István gimnázium ügyében, tessék valamit. Itt, amit előterjesztés. Én most kicsit zavarban vagyok, én bejutottam a módosítást, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez ügyrendben van-e, vagy pedig a napirendben. Azt gondolom, hogy ügyrend. Nem, teljesen normális. Jó, amire is mondom. Igen. Akkor én azt szeretném javasolni, és azt mutattam be, hogy ne erről az előterjesztésről szavazzunk, hiszen ebbe az áll, hogy a bizottság 4 igen és a 4 tartózkodás miatt nem hozott döntést, tehát nem volt képes döntést hozni, és itt most a képviselőtestület csak ezt tudja megerősíteni, vagy elvetni, de ha jól értelmezem, itt mi nem tudunk úgy dönteni, hogy legyen igazgató. És miután én méltatlannak tartom, miután lejár az igazgató úr megmutatása mai nappal, méltatlannak tartanám, hogy az iskola igazgató nélkül maradjon. Én azt nyújtottam be módosításnak, szavazzunk arról, hogy Barsi Évát elfogadjuk-e az igazgatói székre. Erről dönthetünk igennel, dönthetünk nemmel, de mégis egy eredményes szavazás lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát ez egy normál hozzászólás, és javaslatot is megkaptam, nyilván fel fogom tenni szavazásra. Én más véleményem volnék, és megtetszett előzni a hozzászólással, de egyébként teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben mondjuk el a véleményünket. Én azt a pár gondolatot szerettem volna az előterjesztéshez fűzni. Hogy 5 évre írtuk ki a pályázatot, ez azt hiszem Gerendás úr, ha rám figyel, akkor megerősít. Köszönöm, Jelvesz képviselő úr. Tehát Gerendás úr, én úgy emlékszem, hogy az elmúlt években minden alkalommal 5 évre írtunk ki igazgatói pályázatot, 1 évre sosem. Volt olyan, hogy 1 évre írtunk volna ki pályázatot? Nem is teszi lehetővé a törvény. Tehát minden esetben 5 évre írjuk ki. Ősszel, ha úgy dönt a testület, ahogy én javaslom, ismét 5 évre fogjuk
kiírni. De én azt hiszem, hogy akkor sem fogom javasolni a képviselőtestületnek, hogy 5 éves megbízást tegyünk a Szent István gimnázium ügyében. Mégpedig azért nem, két oka van. Az egyik ok, hogy a Szent István körül elég komoly viharok, társadalmi viták folytak az elmúlt ősszel. Ezek nyugvó pontra kezdenek jutni, én legalábbis őszintén remélem. De a helyzet nincs megoldva. Például a gimnázium elhelyezésével kapcsolatban van egy döntésünk a dobó épületébe költöztetéséről, amit azt gondolom, hogy a Szent Istvánosok is csak helyjel közzel támogatnak. Többszöri egyeztetésen, így Borsi Éva asszonynal is beszéltünk, jobb megoldásnak találnák, remélem, majd tetszik szót kapni, hogyha ha rosszat mondanék, jobbnak találnák, hogyha az eredeti épületükbe, a jogelőd épületébe, a Bottyán épületébe kerülhetnének. Ugyanakkor a nyáron még nagyon egyértelműnek látszó lehetőség, hogy a Bottyán tantestülete szívesen venné, hogyha elbe költözne, nem is olyan egyértelmű, mert legutóbb erről levelet kaptunk az igazgató úrtól és a tantestület véleményéről. Ugye jól mondom, Gerendás úr, tehát vannak aggályok ezzel kapcsolatban. Én nem szeretnék egy hasonló viharba belefutni, mint az őszi Szent Istvános vihar volt. Ha bottyánosokat akaratuk ellenére, vagy akár az ott dolgozó tanuló kisebbség határozott szándéka ellenére költöztetjük a helyre, hasonló viták és problémák várhatóak. Ugyanakkor a megoldás tényleg jó lenne, csak messzebb vagyunk tőle, mint ahol nyáron voltunk. De kialakult egy új irány is. Egy esztermi pedagógus felvetette egy elképzelést, valami hasonlóra, én nem olvastam az igazgatóasszony pályázatát, de a munkatársaim, akikkel beszéltem, arról számoltak be, hogy hasonló utalás van az igazgatóasszony pályázatában is, azaz az iskola erényeként és fejlesztendő lehetőségeként említi az egyetemi hallgatók, a gyakorló tanárok Szent Istvános foglalkoztatását. Tehát egy esztermi pedagógus azzal állt elő, hogy legyen a Szent István, a Pázmány Egyetem gyakorló gimnáziuma, hivatalos gyakorló gimnáziuma. Ezt az elképzelést például a rektor úr, az egyetem rektora támogatja, mi erről tárgyaltunk vele. Félre ne értés ne essék, és senki ne gondolja, nem egyházi fenntartásba adásról van szó, ugyanúgy önkormányzati fenntartású, vagy többségi önkormányzati fenntartású maradna az iskola, nincs kidolgozva egyáltalán, de a Pázmány Egyetem gyakorló gimnáziumává emelkedhetne. Ez mindenképpen szerintem szakmailag jót tenne, mert az országban működő egyetemi gyakorló gimnáziumok produkálják a legjobb eredményeket. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy komoly lehetőség. A Pázmány Egyetem január 1-e óta hivatalosan is jelen van Esztergomban, két kara által is, hiszen a tanítóképző az egyetem karává vált, és úgy tudom, hogy ez történik a Hittudományi Főiskolával is. Ráadásul Pázmány Egyetem fejlesztésekben gondolkodik Esztergomban, ez később a napirendekben sorra kerül, a Medikor épületére szeretnének pályázatot benyújtani, és nappali tagozatos diákokat úgy tudom informatikai képzés tekintetében Esztergomba hozni, több száz nappali tagozatos egyetemistáról volna szó. Ezek olyan lehetőségek, amelyeket össze kell hangolni. Nos, lehetőségeink vannak, és szerintem egy jobb megoldás körvonalazódik, de nincsen végső döntés, és nincsenek meg a részletek és a biztosítékok. Nem időhúzásról van szó, hanem a megfelelő végső megoldás, ha szabad ezt a rossz emlékű szóösszetételt használni, de természetesen jó értelemben gondolva, a Szent István problémájának, elhelyezésének és jövőjének ügyében szerintem a lehető legjobb megoldás az lehetne, hogyha a Pázmány gyakorló gimnáziumává emelkedhetne, és ebben az esetben a Medikor épületébe költözhetne, ráadásul egy ilyen pályázatnál ugye előrébb vagyunk azzal, hogy az egyház a Medikor felújítására jó esetben pénzt tud nyerni. De hogy ez belefér-e a pályázati programba, vagy később kell erről döntenünk, ez még mind bonyolult. A pályázati kiírás ebben a tekintetben azért nem egyértelmű, vagy számunkra nem hoz egyértelmű megoldást. Ezek a tárgyalások is döntően hátra vannak. A szándékok esnek csak egybe, vagy lehetséges jó megoldásra vonatkozó vélemények esnek csak egybe. Ezért én úgy gondolom, hogy
például abszolút nem mellékes, hogy az igazgató jelölt asszony, aki ezzel a megoldással a részleteiben az eddig eljutott fokra gondolva például csak most ismerkedik, de 2 vagy 3 hétnél korábban, ha akartunk, sem tudtunk volna arról beszélni, mert ez egyébként december végi, január elejei fejlemény. Az ötlet december végi, a rektor úrral az első tárgyalás januárban volt, német alpolgármester úr és Knapp alpolgármester úr részvételével. Tehát ezek olyan kérdések, amihez csapda egy 5 éves kinevezés, mert hogyha az igazgató azt mondja, hogy nem áll az ügy mellé, akkor nem tudom, hogyan fogjuk tudni megvalósítani a kérdést. Ha úgy tetszik, lehetőség az igazgatóasszonynak, hogy az iskolát közelebb hozza a fenntartó önkormányzathoz, és nekünk is lehetőség, hogy a tantestület által támogatott igazgatójelölttel megtanuljunk jól együttműködni a legjobb megoldás megtalálásában. Ezt szerettem volna elsősorban mondani. Másodszorban mindenkit emlékeztetnék arra, hogy nincs olyan intézményvezetői kinevezés, ahol intézményvezetőt, akár a helyettes is volna, egyből 5 éve nevezzük ki. Sitku igazgató urat is előbb 1 évig megbíztuk, és csak utána kapott 5 éves kinevezést, annak ellenére, hogy előtte ő is helyettes volt. De tessenek gondolni más intézményekre. Ugyanezt csináltuk a József Attila Általános Iskolánál, előbb 1 éves kinevezés, aztán 5 éves. A könyvtárnál is számtalan helyen ezt a gyakorlatot követjük, sőt, azt hiszem minden alkalommal ezt a gyakorlatot követjük. Azért, mert ősszel komoly viták voltak a Szent István körül, nem hogy az ellenkezőjét kéne csinálni, hanem annál inkább ezt a bevált módszert kéne követni. Hozzáteszem csak zárójelben, az önkormányzati cégeknél is ugyanez a gyakorlat, 1 éves kinevezések. Sőt, az is előfordul, hogy a 1/2 év után 1 év következik, és csak utána 3 év. Tehát semmi ok nincsen arra, hogy 5 évre gúzsba kössük magunkat ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy ha az önkormányzat szándékait józanul mérlegeli az igazgató jelölt asszony, vagy bárki a tantestületből, akkor nem juthat más következtetésre csak arra, hogy maximálisan az együttműködés mellett vagyunk. Hiszen, amivel itt majd 1/2 éven keresztül mindenki riogatta a város lakóit. Szent Istvánosok is féltek ettől, hogy kívülről valamilyen politikai komiszárt ültetünk a Szent István nyakára. Ugye elhangzott ilyen Szent Istvános tanár szájából. Vagy hogy erőnek erejével, ha nem is politikai komiszár, de egy külsőst ültetünk a Szent István élére, jól látható, hogy nem történt meg. Próbálkozás sem volt erre, tehát nem is kerestünk olyan igazgatójelöltet. Teljesen tiszta és szabad volt ez a pályázat, nem készítettünk benne elő semmit. Én nem hívtam fel sem a jelenlévő jelöltet, sem másokat arra, hogy pályázzanak. Senkit ettől nem tanácsoltam el. Tehát ez egy egészen szabad és tiszta pályázat volt, a legkisebb befolyásolás nélkül. Szó nincs arról, hogy külsőst ültetnénk a Szent István nyakára, éppen ellenkezőleg a tantestület véleményének megfelelően támogatjuk a jelölt kinevezését 1/2 évre. Azt pedig, hogy mennyi időre nevezzük ki, azt az előbb elmondott érvek indokolják. Azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy 1 vagy 5 évre kell kinevezni az igazgatóasszonyt, mert hogy félő, hogy újra megismétlődnek az őszi történések, az fenyeget és zsarol, és riogat. Tehát szerintem azzal, hogy nem ültettünk senkit a gimnázium elére, éppen ellenkezőleg a tantestület 100%-a által támogatott jelöltet nevezzük ki, a lehető legnagyobb együttműködési szándékot mutatja. Ennél tovább nem hiszem, hogy lehet menni, vagy kéne menni. És hogyha bárki más a hozzászólók közül az ellenkezője mellett szeretne érvelni, előre kérném, hogy ne próbáljon senkit megtéveszteni azzal, hogy rossz hiszeműség van ebben a dologban, mert nem erről van szó. Éppen ellenkezőleg ez jó hiszeműség. Ha erőt akarnánk demonstrálni, akkor nem belülről, hanem tényleg kívülről erőszakolnánk valakit a gimnázium nyakára. Szó nincs ilyesmiről. Nos, én éppen ezért azt gondolom, hogy kínál képviselő azt, hogy módosító indítványát ne támogassuk, mert más intézményeknél sem 5 évre nevezzük ki az intézményvezetőket. Mitől lenne ez a megkülönböztetés a Szent István esetében?
Annyit még zárójelben, hogy szándékaim szerint, ha február 21-i testületülésen visszatérünk az igazgatóhelyettesi státuszokra, akkor ebben az ügyben előterjesztést fogok tenni. Wingfeng képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Most csak azt nem értem, hogy akkor miért írtunk ki pályázatot. Hiszen azt nagyon jól tudtuk, hogy Sitku igazgató úr már nem fog erre pályázni, nekem is minden erről szólt. Ha ezt tudtuk, akkor várható volt, hogy nem őt fogjuk meghosszabbítani. Innentől kezdve, ha kiírtunk egy pályázatot 5 évre, akkor azt gondolom, hogy ma abszolút egyetértek kéne képviselő azt, hogy nyugodtan, nyugodt szívvel szavazhatunk. Ráadásul ugye, ha megnézzük a pályázónak az életrajzát is, ahogy polgármester is elmondta, itt azért több ideig tartó igazgató helyettesi munka áll az életpályában, tehát azt gondolom, hogy itt nagyon a szülőknek, a tantestületnek, egyáltalán a város közéletének nem kell nagyon megismerni Balsi Évet, hiszen itt volt igazgató helyettesként több éve a városban. Ráadásul, ha továbbra is a szakmai alapokat, még szakmai érdeket nézzük. Ráadásul, ha megnézzük a pályázattal kapcsolatos véleménynyilvánítást is, azt kell látnunk, hogy nem csak az iskola nevelőtestülete, hanem alkalmazotti közössége, iskolaszék, a szülők közössége és a diák önkormányzat is támogatta Balsi Éva kinevezését. Én azt gondolom, hogy ma nyugodt szívvel szavazhatunk erről, ráadásul 5 évre van kiírva a pályázat, az, hogy a bizottságban 4-4 lett, azt gondolom, hogy ettől függetlenül ma itt a testületben erről dönthetünk, és nyugodt szívvel támogathatjuk 5 éves kinevezését. Én azt kérném tényleg még egyszer a polgármester úrtól is, a testülettől is, hogy támogassuk Kínál képviselőasszonynak a határozati javaslatát. Köszönöm szépen. Képviselő úr, nem emlékszem olyan megnyilvánulására, amikor azt mondta volna, hogy a bizottsági nem, az igazából nem számít, hagyjuk figyelmen kívül, annak ellenére döntsünk, éppen ellenkezőleg. Abban a felállásban, ahol mi alkotjuk a többséget, egy bizottság nemet szokott mondani, akkor képviselő úr igencsak meg szokta lovagolni, hogy ilyen esetben a testület miért hoz ezzel ellenkező döntést. Tehát ebben kérnék némi következetességet. Másrészt azt gondolom, hogy képviselő úr vagy semmit nem értett abból, amit elmondtam, vagy semmit nem akart érteni, és csak azért is elmondta a mondandóját. Tehát én azt hiszem, hogy közérthető nyelven érveltem, és az érveim közül semmit nem volt hajlandó meghallani, képviselő úr. A következő hozzászóló nem látszik, mert itt egy program elemelt akarja. Igen, Horányi képviselő úr, jasszó. Köszönöm, polgármester úr. Én nem akarok érvelni, bizonyára a polgármester úr előtt is és a tisztelt testület előtt is ismeretes az a véleményem, hogy én híve vagyok a hosszabb távú kinevezéseknek. Elsősorban azért, mert a bizonyos mértékig a számon kérhetőség egyik alapfeltételének érzem a bizalmat, és egy hosszabb távú kinevezés, megbízás az mindkét fél részéről kölcsönös bizalmat eredményez. Ha pályázatot 5 évre írták ki, mondjuk ezen el lehet gondolkodni, hogy akkor ez egy bizonyos szempontból viszmajor helyzet, hiszen aki készíti a dolgozatát, ő úgy tudja, hogy egy 5 éves megbízatású pályázatra írja a érveit és a koncepcióit. Tehát ezt most nem tudom, tehát én ezt nem tudom megítélni, hogy ilyenkor mi a helyzet, hogyha kiírnak egy pályázatot, ami 5 évre szól, és akkor utána ezen belül módosítás történik a megbízatást illetően. De lehet, hogy én ezt rosszul értem, tehát én nem is ebbe akarok elmenni, hanem azt hiszem, hogy volt már jó pár esetben oktatási intézmény igazgatói pozíciójának a megerősítése, vagy újra kinevezése, és ott akkor is felvetettem, hogy a tantestület véleményét kellene prioritásnak venni. Tehát nekünk, mint kiindulási alapnak azt kellene először mérlegelni, hogy annak az oktatási közösségnek a tantestülete, ami valahol mégis az intézménynek a lelkét képviseli, hogy annak mi a véleménye a saját vezetőjéről. És én azt hiszem, hogy ha ebből a pontból indulunk ki, akkor azokat a hiba lehetőségeket, amik itt egy intézmény igen kényes működése közben felmerülhetnek,
próbáljuk a legkisebb százalékra levinni. Hát én most is azt javaslom, hogy ha van egy tantestület, és annak van egy véleménye, akkor az legyen, ha nem is kötelező, de mindenféleképpen hát valamiféle iránymutató a testület számára. Köszönöm szépen, csak köszönöm ezt. Szépen. Képviselő úr, ebben némileg ellenkezik a véleményünk. Én mindig azt mondom, hogy azért a tantestület véleményező és a képviselőtestület a döntő ebben az ügyben, a jog azért szabályozza így, mert a fenntartó a saját szempontjait is kell, hogy érvényesítse. A felelősséget mi viseljük, nem a tantestület. A tantestület tagjai felelősséget viselnek a gyerekekért, az osztályközösségekért, a tanításért, a pedagógiai munkáért, de azért, hogy egy intézmény vezetése hogyan alakul, azért mi viseljük a felelősséget, és nekünk jogunk és kötelességünk dönteni. Tehát én azt gondolom, hogy a tantestület véleménye ellenére nem szerencsés dönteni. De vannak esetek, amikor erre szükség van. A tantestületnek, vagy bármely közösségnek, ahol mi ilyen döntést hozunk, pedig nem is lehet kérdés, hogy ezt a döntést tudomásul kell venni. Mert a jog így írja elő, és a demokrácia szabályai is így diktálják. Akinél a törvényes döntési fórum van, az, hogyha nem tetsző döntést is hoz, akkor is törvényes és végrehajtandó döntés. Én úgy érzem, hogy a Szent Istvánnál pont ez borult fel tavaly. Olyan demonstrációkra és véleménynyilvánításra került sor, ami túl volt ezeken a határokon. Túl vagyunk a legcsúnyább eseményeken, de én azt gondolom, hogy a közös hang megtalálása egy közös építkezést jelent. Mi ebben csak pozitív lépéseket teszünk. Azt gondolom, hogy a tantestületnek is csak pozitív lépéseket kell tennie, eddig ebben hiba nem volt. De én azt gondolom, hogy ha fél évet ajánlunk, akkor a fél év elfogadása a pozitív lépés. Tehát, képviselő úr, ha nem értenénk egyet az igazgatóasszonnyal, vagy a tantestülettel, egy további költözés, végleges hely megtalálás, egy gyakorló gimnáziumi lét megteremtésében nincs eszközünk. Nincs eszközünk, hogy támogatókat szerezzünk a tantestületből, nincs eszközünk, hogy változtassunk. Egy olyan felmentése van mód, amilyet tavaly ősszel megcsináltunk. De azt gondolom, hogy nem normális az, hogy ilyen esetekben tüntetések vannak és országos botrányok. Lehet, hogy ilyen esetekben soha nem szabadna hosszabb távú kinevezéseket tenni. Hogy fél évente vagy évente leüljünk, és megnézzük, hogy úgy alakultak-e a dolgok, ahogy elvártuk, vagy sem. De egyébként mondom, minden intézményünknél így van. Tehát képviselő úr a kivétel mellett érvel, hogy miért legyen ez most mégis 5 éves szemben a József Attilával, vagy akár a Szent István gyakorlatával, ahol Sitko igazgató úr is csak 1 évre neveztetett ki, vagy bizatott meg először. A pályázatot így kell kiírni, ha jól értem Gerendás irodavezető urat, de ha rosszul, akkor ki fog javítani. Tehát pályázatot kell kiírni, abban egyetértünk képviselő úrral, hogy a pályázat néha nem jelent valóságos versenyt. De ebben az esetben kínosan ügyeltünk arra, hogy azt jelentsen. És egyébként jegyzem azt meg még Wigfenn képviselő úr megszólalására válaszolva, hogy nem csak, hogy törvényi kötelesség a pályázatot kiírni, és így kiírni, hanem azt gondolom, egy lehetőség is. Tehát elképzelhető lett volna, hogy a mi legkisebb közreműködésem nélkül jelentkezik ide olyan igazgató, aki még jobb választást jelent. Akkor is, ha a tantestület nem így látja. Tehát szerintem a jelölt az egyik legjobb jelölt, de senki nem mondhatja, hogy nincs az országban nála jobb. Tehát elképzelhető lett volna, hogy egy országos hírű gimnázium igazgatója csendesebb vidéki életet választ, és ide jelentkezik. Nem mondom, hogy erre komoly esély van, csak mégiscsak van lehetőség. Tehát a pályázat, azt megkérdezem, miért kell pályázatot kiírni? Hát én pont az ellenkezőjét hallom Wigfenn képviselő úrtól mindig. Akkor is pályázatot próbál velünk írni, amikor tényleg semmi értelme. Ebben az esetben szerintem volt értelme a pályázat kiírásának. Egyébként néhány példával élnék, csak a személyes példám, amikor az elődöm lemondott, én 5 hónapra ilyen ügyvezetői megbízást kaptam a testülettől, amit végig viták kísértek és harcok. Természetes volt, hogy az 5 hónap a választásokig egy megmérettetési lehetőség, és én ennek nagyon örültem, mint lehetőségnek, és próbáltam vele élni.
vagy ha a köztisztviselői kart nézzük, minden köztisztviselőnél van próbaidő. Törvényi határideje 6 hónap, maximális határideje, lehet 3 hónap is, maximális 6 hónap, minden esetben 6 hónapot alkalmazunk. Kivétel nélkül, képviselő úr. Ide a házba nem vettünk fel köztisztviselőt próbaidő nélkül, kivéve akkor, amikor átkérés van, tehát egyik állami intézményből jön a másik állami önkormányzati szférába, mert akkor nincs próbaidő, de ez a ritka esetek közé tartozik, ez így van törvényileg szabályozó. Tehát minden esetben próbaidő van. És mindig komolyan vesszük, tehát a kollégák meg tudnak erősíteni, hogy vannak próbaidősök, akiknek azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, 3 hónap után menet közben, 6 hónap után, másokat pedig megerősítünk. Ez egy természetes dolog. Én azt gondolom, hallgassuk meg a jelölt asszonyt, hogy 5 évre pályázott, természetesen van egy 5 éves programja, anélkül nem is neveznénk ki fél évre. De ha azért nem vállalja a fél évet, mert neki csak az 5 év jó, akkor nem jó jelölt. Tehát szerintem minden egyes jelölt, aki egy munkát meg akar csinálni, az köszöni a lehetőséget, és az első fél évben bizonyítja, hogy a következő 5 évben remekül fogja csinálni. Ez szerintem ilyen egyszerű. Kinek a képviselő asszony ilyen szó? Köszönöm szépen. Miután én azt gondolom, hogy a mi felelősségünk itt most a döntés meghozatala az igazgató személyéről, ha most nem döntünk személyéről, akkor nem lesz igazgatója holnap a gimnáziumnak. És én nem vagyok ebbe járatos, hogy a többi kinevezés 5 évre volt, vagy 1 évre. Én elfogadom a polgármester úr szavait, hogyha 1 évre szokták. Én mégis azt gondolom, hogy jelen esetben az 1 év semmiképpen nem jó, mert az év közepén vagyunk. Először 1 év hangzott el, és én ott akadtam el. Tehát én azt akartam javasolni, hogy másfél évre kerekítsük. Fél évet nagyon-nagyon-nagyon kevésnek érzem. Tehát egy másfél éves... Én ugyan nem értek ehhez az igazgatósághoz az iskolába, de a másfél év már azért valami talán megfoghatóbb időszak. És hogyha most hozunk egy döntést, legalábbis szavazunk a jelölt személyéről, és később úgy dönt, akár ma, akár holnap, hogy ő ezt nem fogadja el az idő miatt, akkor az az ő döntése. De mi megtettük azt, ami nekünk a feladatunk volt, és mi biztosítottuk az igazgatót az iskolának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát én azt mondom, hogy lehet, hogy botlott a nyelvem. Én fél évvel az előterjesztésben is próbáltam is fél évet mondani, lehet, hogy másképp hangzott. Tehát fél éves megbízatás. Egyébként 1 éves megbízatásra tettem volna javaslatot. Azért nem tettem 1 éves megbízatásra, mert az következő február 1. Tehát a fél év azért jó, mert utána tanévre lehet megbízni. Én azt mondtam, hogy ezután a fél év után sem biztos, hogy 5 évet javasolnék, bár a pályázatot így fogjuk kérni, lehet, hogy 1 év következik. Sok függ attól, hogy a következő fél évben hogy sikerül együttműködni. Sikerül-e megtalálni a jó megoldást? Tehát például furcsa, de az igazgató asszony, jelölt asszony helyzete is könnyebb, ha mi tudunk jó döntést hozni és a pázmánynal együttműködni. Mert ha mi révbe érünk, az iskola tantestületének is könnyebb révbe érni. És amíg mi nem találjuk meg a legjobb megoldást, addig bizonytalan valamelyest az iskola tantestülete. Épp ebből volt tavaly a baj. Tehát a mi érdekünk, hogy ez minél hamarabb megoldódjon, de mielőtt megoldódna, nem szabad 5 éves döntést hozni. Tehát... Módosítanám a saját előterjesztésemet másfél évre. Tehát úgy érzem... Jó, irodavezető úrnak adom meg a szót, mert több olyan kérdés hangzott el, ami előírás vagy hasonló, jogszabály függvénye. Irodavezető úr, legyen kedves ezzel kapcsolatban. Igen, először is a jogszabályok alapján az igazgatói állás betölt... Ha a pályázatot nem sikerül valamiért kiírni, akkor van lehetőség megbízásra. Kicsit, hogy az előbbi vitát megvilágítsam, talán azt hozzá tudnám tenni, hogy a képviselőtestületnek már lehetősége lett volna a szeptemberi Sitkó igazgatóra kapcsolatos igazgatói megbízás visszavonásakor, hogy megbíz valakit rögtön az igazgatói teendők ellátásával. Akkor egyébként mi megkérdeztünk egy-két
Szent Istvános tanárt, hogy vállalná, akkor nem volt. Most is módjában lett volna esetleg a testületnek éppen a fél éves igazgatói mandátum lejárta miatt, hogy rögtön megbízom valakit, de azt gondolom, hogy a pályázati kiírás az ilyen szempontból azt a lehetőséget teremtette meg, hogy több pályázó lehessen országos, ugye mindig megjelenik az oktatási közlönyben, tehát országos merítést lehet ilyenkor igazgatói pályázatok a kapcsolatban tenni. De a megbízás egy évnél hosszabb nem lehet, ez törvény írja elő. Tehát legfeljebb egy évig lehet megbízni. Köszönöm. Még annyit kínál képviselő asszony megszólalásához, hogy lesz igazgatója az intézménynek, hogyha kinevezzük a jelölt asszonyt fél évre. Fél évig lesz igazgatója, tehát holnap reggeltől van, nincs ezzel semmi probléma. Nem marad igazgató nélkül. Egyébként pedig, ha nem vállalná, akkor is van egy helyettesítési rend, ami szerint van megbízott igazgató. Tehát nincs olyan, hogy nincs igazgatója az intézménynek. Mi a vesz képviselője a szó? Polgármester úr, évrendszerének a legfontosabb eleme a Szent István gimnázium jövőjének a bizonytalansága, amely hordoz magában nagyon kedvező elemeket is. Azzal érvelt polgármester úr, hogy ezek a jövőbeli lehetőségek mind épület szempontjából, mind esetleges új fenntartó, társfenntartó belépése, valamint gyakoriskolai működés, ez olyan új helyzetet teremt, ami ugye nem szerepelhetett a pályázó programjában, ezért ezt a fél évet javasolja. Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb dolog, hogy a jelenlévő pályázót megkérdezzük, hogy eme jövőbeli bizonytalanságokhoz hogyan viszonyul, magyarán támogatja ezt, hogyha esetleg gyakoriskolai funkciót kap a Szent István gimnázium, akkor azzal egyet tud-e érteni. Tehát ezeket a jövőbeli bizonytalanságokat a pályázó azt hiszem, hogy egyértelműen el tudja dönteni, és ettől a pillanattól kezdve a kérdés nem kérdés. Úgyhogy én nem látom indokát a fél éves megbízásnak, annál is inkább, mert ha így van, és én nagyon remélném, hogy ha gyakorló gimnázium lenne, hiszen az általános iskolák között sem véletlen, hogy a gyakorló iskola magas színvonalú oktatás, mivel hiszen gyakorló iskolaként funkcionál, tehát a Szent István az eddigi magas színvonalnál csak magasabb színvonalat tud majd elérni, de hát akkor viszont nagyon jó, hogyha van egy olyan igazgató, aki elvi hozzájárulását és támogatását adta ehhez a munkához, és az átmenetet is tudja biztosítani már mostantól. Tehát én változatlan azt javaslom, hogy 5 évre a pályázatban szereplő 5 évre nevezzük ki a pályázót. A másik dolog, hogy én akkor nem voltam képviselő, amikor ez az egyéves próbaidős gyakorlat életbe lépett, ezt messze nem értek egyet, egy pályázatot, vagy azért írunk ki, hogy 5 év legyen, vagy pedig szerepeltessük a pályázatot, hogy igen ám, de lehetsz te bármennyire szép, bármennyire jó, úgyis a fene-fené teszik, akkor csak egy évre kapja meg a pályázatot. Tehát egyébként ezt el lehetne játszani mondjuk a képviselő választáskor is, hogy egy éves próbaidő után döntsön. Jó lenne. Ugye? Na, tehát akkor kiterjeszthetjük a demokráciát minden szintre. Viccet bezárva, tehát az alapindokom, ami viszont korrekt javaslat, az, hogy pontosan az én véleményem szerint csak alátámasztja a jövőbeli változások lehetősége, az, hogy kell egy olyan igazgató, aki már most ezt támogatást nyújt, és át tudja vinni az átmenetet, és tudja már biztosítani. Tehát a módosító indítványom, hogy 5 évre nevezze ki a testület. Köszönöm. Köszönöm. Tehát én úgy értettem Gerendás urat, hogy egy évre nem lehet pályázatot kérni. Rosszul értettem? Lehet egy évre is? Legfeljebb egy évre. Nem, pályázatot kérni. Tehát képviselő úr, akkor most megismételjük sokadszor, nem lehet egy évre kérni. Tehát nem lehet úgy kiírni a... De képviselő úr, hát azt tetszett mondani, hogy miért nem írjuk be a pályázati kiírásba, hiába leszel akármilyen szép és jó, ha fene-fené teszik, akkor is csak egy évre leszel, mert nem lehet. Mert csak 5 évre lehet kiírni. Nem csapjuk be. Én most is elmondtam. Semmi nem kell, csak egy kicsit figyelni egymás szavára, hogyha újra kiírjuk augusztusban. Valószínűleg én akkor sem 5 éves megbízást fogok javasolni, hanem 1 éveset. Ilyen egyszerű.
függetlenül attól, tehát nem mondhatom 100%-ra, mert lehet, hogy minden problémánk megoldódik, és igazgatóasszonnyal remek együttműködés alakul ki, és az iskola végleges elhelyezése, a múlt ősz szomorú tapasztalatai mind felszívódnak, eltűnnek, és egy remek jövőt tudunk közösen felvázolni, akkor 5 évet fogok javasolni. De erre meglehetősen kicsi az esély. Nem azért, mert nincs hozzá kedvünk, hanem mert nagyon kicsi az esély arra, hogy 1/2 év alatt minden kérdést megnyugtatóan lehet rendezni. Tehát én azt gondolom, senki senkit nem csap be, csak hallgatni kell egymás szavára. Egyébként képviselő úr olyan szavakat használ, hogy kérdezzük meg az igazgatóasszonyt, hogy támogatja-e, hozzájárul-e, tehát bocsánat. Tehát mi eldöntjük a programot, és az igazgatónak pedig kötelessége végrehajtani. Tehát óriási félreértés hónapok óta. Nem a tantestületnek van egy városa és egy képviselői csapata, hanem fordítva. A városnak van egy képviselőtestülete, a testület jár el a város nevében. Ebben a 4 évben ez a testület, ön is képviselő úr, és a városnak vannak iskolái, feladatai és intézményei. És a mi döntéseink az emberek döntéseit képviselik. Ha jól tesszük a dolgunkat, akkor kevés az ellentmondás. Van olyan, hogy tévedünk természetesen, és ellentétbe kerülünk a saját választóinkkal, de mindannyian arra törekszünk, hogy a legkevesebbszer kerüljünk ilyen ellentétbe a választóinkkal. Tehát ha nekünk van egy programunk, akkor azt kérdés nélkül kell végrehajtani egy igazgatónak. Ha nem ért fel egyet, akkor fel kell állnia, le kell mondania a megbízatásáról. Tehát így működik, nem arról szól, hogy támogatja vagy hozzájárul. Na most ettől függetlenül az igazgató asszony szerintem, amikor meg fog szólalni, akkor szót ejt arról, hogy ezt jó ötletnek tartja, mi a véleménye, hogy tartja megvalósíthatónak nyilván. Tehát ez szerencsés, ha ebben mond valamit. De az egész érvelés ott csántít, képviselő úr, az ön érvelése azért elfogadhatatlan, mert nem az a kérdés, hogyha minden sikerül, abban egyet tudunk-e érteni, hanem hogy fogjuk kezelni azt a helyzetet, hogyha nem sikerül, meg a botjába költözése sikerül, meg még egy pár dolog nem sikerül. Mi lesz akkor? Ismét a tantestület ellenünk vezeti a szülőket és a diákokat? Tehát ami ősszel történt, az megbocsátható, de nehezen feledhető. Tehát gondolom, hogy példátlan és súlyos esettel állunk szemben. Emlékeztetném a képviselőtársakat, az egész feszültség abból adódott, és már hónapokkal hamarabb kezdődött, tavasszal itt ültünk képviselő úr is a teremben, amikor már rendkívül ideges, számonkérő és feszült volt a szülők része és a tantestület is. Mi lesz az iskolában? Az iskola működik, biztosítjuk a feltételeket, és fontosnak tartjuk az iskola működését. Nem követtünk el hibát őszig, mégis rengeteg számonkérést és durva kritikát kaptunk. 4 napot késtünk a tanévhez képest az intézmény átadásában. 4 vacak napot. Emiatt senkinek egy rossz szava nem lehetett volna. Senkinek. A botján, ami azt mondta, hogy 2 hónapot fog késni, a mai napig a zöldházban tartja az óráit. Ha reggelit eltetszenek sétálni, itt állnak az utcán a gyerekek, mikor várnak a 3 helyszínen történő tanulás közötti időkben. A mai napig itt a Vármegyeházán tanulnak, és nem volt hangos szó, nem volt kritika. Nincsen az interneten egy bejegyzés arról, hogy micsoda felelőtlenség történt a megye, vagy a tantestület, vagy a kivitelező, vagy bárkinek a részéről. 1/2 év késedelem. Minket meg 4 nap késedelem miatt marasztalt el számtalan diák. Szibériába kívánt például az egyik diák engem az interneten. Tehát azt gondolom, képviselő úr, hogy kicsit felfokozott hangulatban fogadott minket az ősz. Ez nem szabad, hogy megismétlődjön. Tehát nem arról van szó, ha minden rendben megy, azt egy igazgató támogatja, természetesen. De tudja-e kezelni a helyzetet ilyen előzmények után, hogyha nehézségeink lesznek. És Sitko igazgató urat azért kértem, hogy közös megegyezéssel távozzon, végül is ez lett a megoldás, közös megegyezéssel váltak el az útjaink. Az eredeti javaslatomat elfogadta az igazgató úr. Csak közben volt egy óriási botránysorozat. Azért kértem, mert úgy éreztem, hogy nem tudja kezelni azt a feszültséget, ami felhalmozódott a tantestületben és a szülői munkaközösségben, vagy a szülők között. Akkor sem, ha egyébként ő ezt próbálta.
nem sikerült kezelni. Tehát a helyzet szerintem nagyon jó irányba fejlődik. Minden okunk megvan az optimizmusra. De még számos akadály előtt vagyunk, és ezt együtt kell leküzdeni. Azt gondolom, hogy akkor, ha egy polgármester olyan előterjesztést tesz a tantestület javaslatára, hogy az általa támogatott jelöltet bízza meg, az a maximum. Még akkor is, vagyis bocsánat, akkor pláne, hogyha mondjuk pályázatban is, én nem olvastam, de néhányakkal beszéltem róla, jó néhány kritika fogalmazódik meg az önkormányzat felé. Tehát ez olyan, mintha Milvec képviselő a cégéhez egy alkalmazottat keresne, és a pályázat egy része arról szólna, hogy a tulajdonos és a tulajdonos személye és a működése az sok tekintetben kritizálható. Elég nagy tolerancia és együttműködés kell ahhoz, együttműködés szándék, hogy ellenére, ennek ellenére én azt mondjam, hogy bizony jó lenne megegyezésre jutni, és a köztünk levő véleménykülönbségeket lesz mód csökkenteni a következő időszakban. Ennél többet én azt gondolom csak tényleg nem lehet elvárni. Remélem nem tetszenek arra kihasználni a lehetőséget, hogy a Szent István körüli felháborodást valami művi úton újraélesszék azok, akik most elégedetlenkednek az én előterjesztésemmel. Urányi képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm, polgármester úr. Értem polgármester úr gondolatmenetét. Valahogy mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ott érzek valami feloldhatatlan kérdőjelet, hogy ha kiírunk egy pályázatot 5 évre, akkor a pályázó elolvassa ezt a kiírást, és akkor azt mondja, kérem szépen, én tehetségemet összeszedem, és az elkövetkezendő 5 évre ennek szentelem az életemet, ebben a szellemben ír egy dolgozatot. Majd szembesül azzal, amikor értékelik ezt a munkát, hogy nem 5 év az 5 év, hanem csak 1/2 év. Erre nyilván lehet elfogadható magyarázatokat találni, és talán még maga a pályázó is elfogadhatja. Csak van benne valamiféle ellentmondás, amit talán fel lehet oldani. A másik meg az, hogy mi mit várunk a pályázótól, tehát azt hiszem, hogy ezt meg kell fogalmazni a pályázati kiírásban. Tehát mindazt a szempontrendszert, amit szeretne tudni a fenntartó, és egyértelműen szeretne választ kapni a iskola irányítására, azt gondolom, egy pályázati kiírásban megfogalmazható. Az teljesen érthető, hogy azok az események, amik az István körül kialakultak, azok mindenkiben egy olyan gondolatsort vagy gondolatmenetet indítanak el, hogy hát kicsit óvatosabban kezeli ezt a helyzetet. Ez szerintem ez teljesen normális. De mindazok után, hogy mi itt különböző monológokat vágunk le, magamat is beleértve természetesen, talán célszerű lenne megkérdezni magát a pályázót, hogy neki mi a véleménye erről, nyilván ez fog következni. Csak szerintem most már térjünk erre rá, mert lehet, hogy okafogyott az egész beszélgetés, mert a jelölt majd olyasmit fog mondani, amitől azt mondjuk, hogy akkor most gondolkodjunk, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez lehetséges. Én akkor tudom megadni a szót az igazgatóasszonynak, hogyha önök nem jelentkeznek tovább. Tehát nem én nem adom meg a szót, önök jelentkeznek. Éppen Horányi képviselő hozzászólását kellett megvárnom, hogy az igazgatóasszony úgy tudjon megszólalni, hogy képviselőtársak véleményét hallotta. Tehát amíg most van jelentkező, addig most kell a szót megadnom. Még egyszer elmondom a példát. Képviselő úr, minden köztisztviselő, aki nem 5 évre jelentkezik, hanem a köztisztviselő pálya az gyakran egy élethosszig tart, életpálya, mondjuk 40 évre. Ez 3-6 hónap próbaidőt teljesít. Mind. Tehát kivéve a jegyzőt, segít jegyző úr. A jegyző úr szerint a jegyzőn is van próbaidő, de ebbe a fullpárléba nem menjünk bele, tehát a lényeg az, hogy az itt dolgozó 150 munkatárs mindegyike 1/2 év próbaidőt tölt, és akkor dől el, hogy folytathatja. Tehát nem 5 évre, hanem egy életre. Ez ebben semmi rossz nincs. Viszont elhangzott, hogy a pályázatot csak így lehet kiírni. Én azt tartom gyanúsnak, hogy a képviselőtársak sosem bánták eddig, ha rövidebb időre nevezünk ki valakit. Mindig azt látták benne a testület tagjai, jó, hát lehet, hogy képviselő még nem találkozott ilyennel, de az elmúlt években ez sosem volt.
egy vitának a gócpontja. Mindig azt látta benne a testület ellenzéki oldala is, vagy majdnem mindenki, hogyha valami nem megy, egy év múlva közösen újra más döntést tudunk hozni. Ha megmegy, akkor meghosszabbítjuk. Tehát én újra elmondom, aki dolgozni akar 5 évet, az örül, ha dolgozhat az 5 évből először fél évet, és aztán folytatja. Ez ilyen egyszerű. Igaz ez mindenféle állásra. Mi a vec képviselő úr? Csak nagyon röviden, polgármester említette, hogy figyeljünk egymásra a mondandóra, igyekszem én is figyelni. Ezt kérném polgármester úrtól is. Amikor én azt mondtam, hogy kérdezzük meg a jelöltet arról, hogy a város elképzelését támogatja, akkor pontosan, mint fenntartó, mint szavazó szerettem volna tudni, hogy egyetérte az elképzeléssel, ha egyetért, akkor támogatható a pályázata, ha nem ért egyet, akkor nyilvánvalóan nem támogatható. Tehát én nem a fordított logikát szerettem volna elmondani, hanem pontosan az önkormányzati gondolkodással, az öngondolkodásával együtt szerettem volna, és én annyit mondtam, hogy ezt nem kell félrevet várni, mert ezt most is meg tudjuk kérdezni. Ha igen, akkor ezen is túl vagyunk, ha nem, nem. Így van, tehát kérdezzük meg, ha félreértettem volna, akkor elnézést kérek. Nincs egyébként nagy különbség, lényegi különbség az ilyen vagy olyan értelmezés között. Tehát fontos, hogy erről a jelölt az, hogy nyilatkozzon, és egyébként könnyebb a helyzetünk, ha az ilyen megoldás is támogatható számára, vagy az ügy mellé tud állni. Én azt kérem, hogy alpolgármester úr megszólás után most már tényleg hallgassuk meg Barsi Évát, és aztán próbáljunk dönteni, ha tudunk. Alpolgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én picit úgy láttam, hogy ha visszatérünk a politikai síkra a reális vagy a realitás szintjére, akkor ez a döntés, ez nem gondolom, hogy feltétlenül a jelöltnek az alkalmasságáról szól. Tessenek emlékezni arra, hogy 2007. március 13-14-én kaptunk mi egy levelet, még Sitkó igazgató úrtól, amiben vázolja az elképzeléseit, amit a levél alapján leegyeztett a kollégákkal, a tantestülettel, hogy mi lehetne az iskolának a sorsa. Az egyik pont arról szól, hogy megoldásnak látná azt, hogyha az iskola, mármint a Szent István gimnázium és a Dobó gimnázium szervezetileg összeolvadna egy nagy csúcsgimnáziumban. Lehet, hogy rosszul idézem, de majdnem szó szerint így volt benne. Itt azt hiszem egyetlen képviselőtársam se indítványozta ezt annak idején. Mégis olyan hangulattal jött vissza ez a hír annélkül, hogy ezt a javaslatot mi kaptuk, hogy itt többen, talán az egész testület szinte esküdtett arra, hogy a ciklus végéig, sőt még azután is, hogyha képviselő alatt 2 évig nem gondolkodik a két iskola összevonásával. Bocsánat, nem minden indult a javaslat. Tehát az igazgató mondott valamit, szerintem ő ezt reálisan mégis gondolta, lehet, hogy az ő gondolatmenete teljesen jó, most nem szeretnék szakmaiabbá belemenni, de a saját kollégái sem tudták elfogadni. Tehát ha most mi egy újfajta együttműködést szeretnénk kialakítani, egy újfajta rendszerben, arra gondolunk, hogy itt esetleg lehet egy pázmány gyakorló gimnázium, arra gondolunk, lehet egy más helyszín, hát ezt, ha az igazgató, leendő igazgató azt, hogyha fogalmazhatok így, azt mondja, hogy maximálisan támogatja, ettől még neki van igen sok kollégája az iskolába, aki erről a dologról nem is tud. Tehát ezt a döntési lehetőséget szerintem neki is fönn kéne tartani, meg kéne próbálni ezt az együttműködést, és én azt gondolom, hogy ennek sikere folytán, én nem látom, hogy augusztusban bármi más dolog is történhet, de szerintem mind kettőnknek, a fenntartónak, az iskolának, a közösségnek is gyakorlatilag egy jó megoldás lehet. Köszönöm. Köszönöm. Akkor azt gondolom, hogy ismét nem látom a monitor, de nincsen más jelentkező. Én akkor kérem Barsi Évát, hogy legyen kedves, ott Gerendás úrnál van egy mikrofon, csak a jegyzőkönyvi rögzítés miatt. Foglaljon nyugodtan helyet, Takács úr biztosan átadja a helyét, tehát tessék nyugodtan leülni, és legyen kedves elmondani a meglátásait. Tessék parancsolni. Nem vagyok mikrofonhoz szokva, mert egy tantermetben tudok beszélni. A jegyzőkönyv miatt szükséges. Rendben. Először is polgármesterhoz intézném az előterjesztésben olvasottakat. Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy. Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy. Ha már a törvényekről beszélünk, és itt a köztisztviselők féléves, 3 hónapos megbízására tett utalást,
én és az oktatásban dolgozók közalkalmazottak vagyunk, ránk más törvények vonatkoznak. Ránk a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények vonatkoznak, és az oktatási törvény. Nem véletlenül van a pályázati kiírás minimum 5, maximum 10 évre, mert csak közép, illetve hosszú távon lehet eredményesen, hatékonyan működtetni egy intézményt, és megfelelő, tartós, rugalmas kapcsolatot kialakítani a fenntartóval. Itt fél éves, egy éves igazgatóváltásokról beszél a polgármester úr. Ezt sem az intézménynek, sem a fenntartónak, se a tanulói ifjúságnak nem jó ez az állandó változtatás. Újra visszatérnék az 5 éves kinevezésre, illetve arra az Esztergomban, hozzáteszem Esztergomban bevett szokásra, hogy nem 5 évre neveznek ki valakit, hanem nem 5 évre bíznak meg valakit, hanem fél, maximum 1 évre. Természetesen van erre lehetőség, hogy fél évre, maximum 1 évre bízzanak meg valakit, és itt felhozták példaként Sitku Pál igazgató urat és a József Attilában jelenleg igazgatói állást betöltő Iványné kolléganőt. Róluk azonban el kell mondani, hogy ők az egyéves megbízásukat nem úgy kapták, hogy egy 5 éves pályázatra adtak be egy mindenki által támogatott pályázatot. Sitku Pál igazgató úr egyéves megbízása azután történt, miután Strobl igazgató úr távozott, megbízták egy évre Sitku Pál igazgatóra, de nem írtak ki pályázatot. Most viszont kiírtak. Egy kiírt 5 éves pályázat, ha mindenki támogatja, és ezt polgármester úr is elismerte, hogy ő is támogatja a pályázatot, és nem a pályázó alkalmatlanságáról van itt szó, hanem más Esztergomban bevett szokásról. Kérdezem én, ha a közoktatási törvény azt mondja, hogy minimum 5 évre kell kiírni egy pályázatot, és nem lehet elé odaírni, hogy de előtte fél év vagy egy év próbaidő van, akkor itt miről beszélünk? Elvileg akkor lehet megbízni valakit kiírt pályázat esetén, ha a pályázatot eredménytelennek minősítik. De elég nonszensznek tűnik számomra, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítik, de a pályázót bíznák meg mégiscsak fél évre. Én a vezetői programomat 5 évre készítettem, és azzal az optimizmussal jöttem a képviselőtestületi ülésre, hogy mint ahogy leírtam a pályázatomba, ugye a polgármester úr nem olvasta, bíztam benne, hogy el fogja olvasni, hiszen a múltkor, mikor megbeszélésen voltam a polgármester úrnál, kaptam tőle egy könyvet, a gyarapodás programját, én azt elolvastam. Ha elolvasta volna a pályázatomat, még idéztem is a gyarapodás programjának az egyik oktatási fejezete elé írt mottóját. No, szóval visszatérve arra, hogy én úgy gondolom, hogy az 5 éves vezetői program, amit készítettem, az tartalmazza, hogy szándékozom az intézmény vezetése mellett a szülők, diákok és a tantestület érdekeit szem előtt tartva az önkormányzattal, mint fenntartóval természetesen, az érdekeit képviselve egy hatékony együttműködést kialakítani, amit természetesen fémjelezni kellene egy gyakran megismétlődő hatékony párbeszédnek. Tehát a pályázatomat 5 évre adtam be. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Tulajdonképpen az ön megszólása meglehetősen érdekes. Tehát köszönöm szépen a leckét, vagy köszönjük szépen a leckét. Én azt gondolom, hogy ilyen leckéket tényleg 18 év alattiaknak és inkább az osztályteremben kéne, de nem bánom, hogyha minket is ilyen módon tanítani próbál, kedves
jelölt asszony, de szerintem, ha tetszett érteni a vitát, akkor semmi más kérdése nem volt a testületnek, csak az, hogy vállalja fél évre. Azt tudjuk, hogy 5 évre vállalja. Erről szól az ön megszólási lehetősége. Vállalja fél évre. Fél évre nem vállalom. Köszönjük szépen. Ebben az esetben a határozati javaslatok közül a második pontról nem tudunk szavazni. Az első és a harmadik közül viszont igen. Természetesen ezt megelőzi kínált képviselőasszony módosító indítványa, akkor az 5 évet fent tetszik tartani, ha másfél év nem megy. Szeretném az 5 évet akkor fenntartani, ha nincs lehetőség a másfélre. Jó, köszönöm. Jó. Akkor először fogunk szavazni a módosító indítványról, és aztán fogunk a másik két határozati javaslatról. Jó, azt mondják a kollégák, hogy újra kell indítani a rendszert, mert nem működik. 3 perc technikai szünet következik, és utána szavazunk. Kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy szavazógépeiket ismét kapcsolják be, mert azzal, hogy újraindítottuk a számítógépes rendszert, ezzal újra be kell kapcsolni a szavazógépeket is. Most tisztelt képviselőtársak, ott tartottunk, hogy kínál képviselőasszony módosító indítványáról szavazunk. Ez a második ponthoz tartozó módosító indítvány. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon igennel, aki másképp dönt, az egyéb gondokkal. Tehát kínál képviselőasszony módosító indítványáról szavazunk. Mindenki elfoglalt helyét. Kérem a szavazást. Tíz igen, 11 nem, 2 tartózkodással, ez nem kapta meg a többséget. A saját javaslatomat a fent is tartanám, nem tudunk róla szavazni, mert a pályázó csak 5 évre vállalja a megbízást, fél évre nem. Ebben az esetben is kell döntenünk a másik két határozati javaslatról, én kérem a másik két határozati javaslatban a szavazást, az 1-esben és 3-asban. Kérem a szavazást. Tizenhárom igen, 2 nem, 8 tartózkodás. Köszönöm. A pályázatot eredménytelenné nyilvánította a testület, és döntést hozott arról, hogy újra kiírja a pályázatot. Azt gondolom, hogy ebben az esetben azonban ezt a pályázati kiírást előre kell hoznunk. Jelenti ez a határozati javaslat? Kérdezem irodavezető urat, hogy azonnal kiírjuk, vagy... Azonnal nem tudjuk kiírni, mert ezt meg kell jelentetni az oktatási közlegen, aminek minimum 30 nap az átfutása, és onnét kezdve, hogy megjelenik, még 30 nap a minimum idő. Ez világos, de azonnal dönthetünk most úgy, hogy kiírjuk, és megjelentetjük az oktatási közlegben. Tehát... A kiírást meg lehet természetesen. Tehát egy olyan határozati javaslatot megfogalmazhatok-e szabályosan, hogy képviselőtestületünk dönt, hogy a Szent István gimnázium igazgatói posztjára a pályázatot a lehető legrövidebb határidőn belül kiírja. Vagy most kiírja, és mikortól mi lehet a legkorábbi? Hát a minimum 60 nap. 60 nap, de az sem nagyon, inkább a 90 nap az a legkorábbi szerintem. Tehát benne kell lenni a határozott 5 évnek, és hogy pontosan melyik naptól kezdődően meddig. Május 1. Jó, tehát akkor én azt kérem, hogy erről szavazzanak a képviselőtestületek,
képviselőtestület tagjai, tisztelt képviselők, hogy ezt a városi önkormányzata a törvényi feltételeknek megfelelően kiírja a Szent István Gimnázium igazgatói álláshelyére a pályázatot, május 1-jei betöltési tárgyalóra. Jó lesz ez így, irodavezető úr? Tulajdonképpen a határozat akkor jó, az eredeti hármas határozat, csak a mellékletben a dátumot kell módosítani, hogy május 1-től 2013 július 31-ig, mert a törvény szerint július 1 és augusztus 15 közé keresen a vége mindenképpen. Világos, rendben. Nos, akkor erről szavazzunk. A hármas javaslat olyan típusú módosításáról, de az én előbb elmondott szövegemet tessék, akkor mintában venni, hanem a három javaslatot, hogy a mellékletet úgy módosítjuk, hogy 2008. május 1-től 2013. június 31-ig. Július 31-ig. 7. hó 31-ig. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy szavazzon igen. Igen, nem szavazat, nem volt két tartózkodás. Tisztelt képviselőtársak, szerintem ebben az ügyben ma többet nem tudunk tenni. Azt szeretném elmondani tájékoztatásul, hogy az általam ismert szabályok szerint ebben az esetben nincs megbízott, testület által megbízott igazgató, uram, a közösség vezetője kénytelen ezt a feladatot ellátni. Ez esetben, mi esetünkben éppen Garsi Éva, aki ha ilyen módon sem akarja május 1-ig vezetni a gimnáziumot, akkor nyilván a munkaközösségi vezetői álláshelyéről vagy megbizatásáról lemondhat. Vannak itt is helyettesek, következő helyettes talán Zara Belinda. Már nem. Ki? Uzonyi Pálné a rangidős. Azt gondolom, hogy van négy. Négy lehetőség arra, ugye, hogy ezt a feladatot valaki betöltse, abban az esetben nincs igazgatója a gimnáziumnak, a négyük közül, vagy vezetője a gimnáziumnak, mert igazgatója nincsen, de megbízott vezetője, a négyek közül mindenki lemond a munkaközösségi vezetői posztjáról. Ez is elvileg egy elképzelhető lépés, én azt azonban egyértelmű károkozásnak tekintem, tehát magam részéről úgy értékelem ezt a mai eseménysort, hogy a tantestület talán nem minden tagja gondolja így, de a jelölt asszony mégiscsak tovább vitázik velünk az őszi eseményeket folytatva. Én Barsi Évával is és másokkal 5-6 emberrel a tantestületből hosszan beszélgettem. Volt akivel egy órát, volt akivel kettőt, vagy annál többet is. Mindenki megerősített abban, hogy túl kell lépnünk az őszi történéseken, és együtt kell működnünk. Én azt gondolom, hogy akár fél éves kinevezéssel is mi ezt az együttműködést próbáltuk megszolgálni. Nem gondolom, hogy akkor, ha két fél békét akar kötni, az egyik mondhatja azt, hogy csak akkor kötök békét, ha az 5 évre szól, ha fél évre, akkor bele sem vágunk. Tehát én szerintem ilyen módon, mintha a feszültséget tetszene kiélezni ezzel a döntéssel. Hozzáteszem, hogy én tegnap beszéltem Sitkú Pállal, mai napig még igazgatóval, holnaptól Sitkú sem igazgató. Értesülve arról, hogy a bizottság nem fogadta el 5 évre, amihez egyébként őszintén mondhatom, az égvilágon semmi közöm nem volt, tehát nem beszéltünk meg ilyet senkivel. Én a bizottság elé is ezt a fél éves kinevezést terjesztettem. A bizottságon az elnök úr 5 éves kinevezést javasolt, erre nem volt meg a kellő többség, én senkivel nem egyeztettem az ügyben. Tehát erre válaszul írt egy levelet, hogy nem érti az eseményeket. Én felhívtam az igazgató urat, hogy nyugodjon meg, nincsen semmi gond, igenis a tantestület által támogatott jelöltet akarjuk kinevezni, fél évre. A szokásnak megfelelően is hivatkoztam, ahogy itt a vitában, a József Attila iskolára,
a Szent István gimnázium 2 évvel ezelőtti esetére, a zeneiskolára, minden intézményünkre. Én azt reméltem, hogy ez megnyugtatja Sitkó urat, és rajta keresztül a jelentkezőket. Úgy tűnik, nem így történt. Ehhez képest senki nem keresett tegnap óta, hogy Bars Éva nem fogja elfogadni ezt a fél éves megbízatást. Ilyen módon mással azóta nem volt mód beszélni. Tehát én ezt, ha úgy tetszik, valamiféle erőpróbának tekintem. Sajnos, mert ehhez nekünk nincsen kedvünk, tehát ez az ön részéről következett be, remélem a tantestület nem úgy gondolkodik ebben az ügyben. Még annyit elmondanék az őszinteség kedvéért, hogy én az elmúlt héten, tehát néhány nappal ezelőtt egy közvetítőn keresztül, tehát nem személyesen, de egy közvetítőn keresztül, aki korábban is ajánlotta azt, hogy Zara Melindát nevezzük ki igazgatónak, én Zara Melindát is megkérdeztem, hogy vállalná-e azt, hogy egy fél évre vagy egy évre kinevezzük, tehát egy ilyen rövid időre szóló megbízást, ő ezt nem vállalta akkor közvetítőn keresztül. Tehát azt gondolom, hogy mind az, hogy ha én arra tettem javaslatot, hogy önt kinevezzük fél évre, mind az, hogy Zara Melindát erre felkértem, a maximális együttműködés jele. De más-más módon elutasítás jött vissza az önök részéről. Remélem ez nem marad így a közeljövőben. Nos, törvényi szabályok garantálják a helyettesítést, ilyen módon az iskola zavar nélkül működhet tovább. Gátat lehet ennek vetni. De én azt gondolom, hogy az egyértelműen problémákat fog okozni. Szeretném javasolni önnek és annak, aki ebben az esetben hasonlóan döntött volna, tényleg az iskola javát nézzék, mert az iskola javát fél év alatt is lehet szolgálni, meg egy nap alatt is. Nem lehet ilyen kizárólagos kritériumokhoz kötni. 5 éves vezetői programot megfogalmazni meg lehet, de nem biztos, hogy egyetlen ilyet lehet megfogalmazni akkor, ha számtalan variáció lehetséges, és épp ezt próbáltam a napirend vitájának elején elmondani, hogy többféleképpen alakulhat az iskola sorsa. Mindegyikre nem tetszett forgatókönyvet készíteni, ezért is lett volna különösen jogos a fél éves kinevezés. Úgyhogy mindaz, amit itt az ön megszólalása alkalmával eltetszett mondani, az számomra nehezen érthető és értékelhető, mert nem a valós helyzetre tetszett választ adni, hanem egy őszi érzelmet tetszettek felelvendíteni. Én ezt nagyon sajnálom, remélem, hogy ezzel nem süllyedünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Én továbbra is azon leszek, hogy az iskola zavartalanul működhessen. Nem hiszem, hogy az elmúlt fél évben bármire panasz lehetett volna. Ha pedig gondjuk van, akkor ezután is ajánlom, ahogy ezeken a személyes megbeszéléseken is ajánlottam, akkor keressenek meg. Ahogy például igazgató úr levelet írt, azonnal fölhívtam őt. Nem tudok tovább menni abban, hogy segítsek az iskolának. Ha önök ezt nem akarják hagyni, akkor nekem nagyon nehéz dolgom lesz. Remélem, nem ez a cél. Nos, köszönöm szépen. Tovább lépünk az zárt ülésre, és akkor kérem azokat, akik az zárt ülésre nem lehetnek jelen, hogy legyenek kedvesek minket egy időre magunkra hagyni. Köszönöm szépen! Kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy szavazógépeiket ismét kapcsolják be, mert azzal, hogy újraindítottuk a számítógépes rendszert, ezzel újra be kell kapcsolni a szavazógépeket is. Most tisztelt képviselőtársak! Ott tartottunk, hogy kínál képviselőasszony módosító indítványáról szavazunk. Ez a második ponthoz tartozó módosító indítvány. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon igennel, aki másképp dönt, az egyéb gondokkal. Tehát kínál képviselőasszony módosító indítványáról szavazunk. Mindenki elfoglalta a helyét. Kérem a szavazást.
10 igen, 11 nem, 2 tartózkodással. Ez nem kapta meg a többséget. Saját javaslatomat a fent is tartanám, nem tudunk róla szavazni, mert a pályázó csak 5 évre vállalja a megbízást, fél évre nem. Ebben az esetben is kell döntenünk a másik két határozati javaslatról. Én kérem a másik két határozati javaslatban a szavazást, az egyesben és hármasban. Kérem a szavazást. Három igen, 2 nem, 8 tartózkodás. Köszönöm. Pályázatot eredménytelenné nyilvánította a testület, és döntést hozott arról, hogy újra kiírja a pályázatot. Azt gondolom, hogy ebben az esetben azonban ezt a pályázati kiírást előre kell hoznunk. Jelenti ez a határozati javaslat? Kérdezem irodavezető urat, hogy azonnal kiírjuk, vagy... Azonnal nem tudjuk kiírni, mert ezt meg kell jelentetni az oktatási közlönyben, aminek minimum 30 nap az átfutása, és onnét kezdve, hogy megjelenik, még 30 nap a minimum idő. Ez világos, de azonnal dönthetünk ki... most úgy, hogy kiírjuk, és megjelentetjük az oktatási közlönyben. Tehát... Igen, a kiírást meg lehet természetesen. Tehát egy olyan határozati javaslatot megfogalmazhatok-e szabályosan, hogy képviselőtestület úgy dönt, hogy a Szent István gimnázium igazgatói posztjára a pályázatot a lehető legrövidebb határidőn belül kiírja. Vagy most kiírja, és mikortól mi lehet a legkorábbi? Hát a minimum 60 nap. 60 nap, de az sem nagyon, inkább a 90 nap az a legkorábbi szerintem. Tehát benne kell lenni a határozott 5 évnek, és hogy pontosan melyik naptól kezdődően meddig. Május 1. Jó, tehát akkor én azt kérem, hogy erről szavazzanak a képviselőtestületek, képviselőtestület tagjai, tisztelt képviselő, hogy ezt a városi önkormányzata a törvényi feltételeknek megfelelően kiírja a Szent István gimnázium igazgatói állás helyére a pályázatot május 1-i betöltési tárgyalóra. Jó lesz ez így, irodavezető úr? Tulajdonképpen a határozat akkor jó, az eredeti 3-as határozat, csak a mellékletben a dátumot kell módosítani, hogy május 1-től 2013 július 31-ig, mert a törvény szerint július 1 és augusztus 15 közé keresen a vége mindenképpen. Világos, rendben. Nos, akkor erről szavazzunk. A 3-as javaslat olyan típusú módosításáról, de az én előbb elmondott szövegemet tessék, akkor mintában venni, hanem a 3 javaslatot. A mellékletet úgy módosítjuk, hogy 2008. május 1-től 2013. június 31-ig. Július 31-ig. 7. hó 31-ig. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy szavazzon igen. Igen, nem szavazat, nem volt 2 tartózkodás. Tisztelt képviselőtársak, szerintem ebben az ügyben ma többet nem tudunk tenni. Azt szeretném elmondani tájékoztatásul, hogy az általam ismert szabályok szerint ebben az esetben nincs megbízott, testület által megbízott igazgató, akkor a közösség vezetője kénytelen ezt a feladatot ellátni. Ez esetben, mi esetünkben éppen Garsi Éva, aki ha ilyen módon sem akarja május 1-ig vezetni a gimnáziumot, akkor nyilván a munkaközösségi vezetői álláshelyéről vagy megbizatásáról lemondhat. Vannak itt is helyettesek, következő helyettes talán Zara Melinda, már nem. Ki? Uzonyi Bálni a tangidős. Azt gondolom, hogy van 4...
4 lehetőség arra, ugye, hogy ezt a feladatot valaki betöltse, abban az esetben nincs igazgatója a gimnáziumnak, a 4 közül, vagy vezetője a gimnáziumnak, mert igazgatója nincsen, de megbízott vezetője, a 4 közül mindenki lemond a munkaközösségi vezetői posztjáról. Ez is elvileg egy elképzelhető lépés, én azt azonban egyértelmű károkozásnak tekintem, tehát magam részéről úgy értékelem ezt a mai eseménysort, hogy a tantestület talán nem minden tagja gondolja így, de a jelölt asszony mégiscsak tovább vitázik velünk az őszi eseményeket folytatva. Én Bars Évával is és másokkal 5-6 emberrel a tantestületből hosszan beszélgettem. Volt akivel 1 órát, volt akivel 2 vagy annál többet is. Mindenki megerősített abban, hogy túl kell lépnünk az őszi történéseken, és együtt kell működnünk. Én azt gondolom, hogy akár is fél éves kinevezéssel is mi ezt az együttműködést próbáltuk megszolgálni. Nem gondolom, hogy akkor, ha 2 békét akar kötni, az egyik mondhatja azt, hogy csak akkor kötök békét, ha az 5 szól, ha 5 évre, akkor bele sem vágunk. Tehát én szerintem ilyen módon, mintha a feszültséget tetszene kiélezni ezzel a döntéssel. Hozzáteszem, hogy én tegnap beszéltem Sitkú Pállal, mai napig még igazgatóval, holnaptól Sitkú úr sem igazgató. Értesülve arról, hogy a bizottság nem fogadta el 5 évre, amihez egyébként őszintén mondhatom, az égvilágon semmi közöm nem volt, tehát nem beszéltünk meg ilyet senkivel. Én a bizottság elé is ezt a 1/2 éves kinevezést terjesztettem. A bizottságon az elnök úr 5 éves kinevezést javasolt, erre nem volt meg a kellő többség, én senkivel nem egyeztettem az ügyben. Tehát erre válaszul írt egy levelet, hogy nem érti az eseményeket. Én felhívtam az igazgató urat, hogy nyugodjon meg, nincsen semmi gond, igenis a tantestület által támogatott jelöltet akarjuk kinevezni 1/2 évre. A szokásnak megfelelően is hivatkoztam, ahogy itt a vitában, a József Attila iskolára, a Szent István gimnázium 2 évvel ezelőtti esetére, a zeneiskolára, minden intézményünkre. Én azt reméltem, hogy ez megnyugtatja Sitkú urat, és rajta keresztül a jelentkezőket. Úgy tűnik, nem így történt. Ehhez képest senki nem keresett tegnap óta, hogy Bars Éva nem fogja elfogadni ezt a 1/2 éves megbízatást. Ilyen módon mással azóta nem volt mód beszélni. Tehát én ezt, ha úgy tetszik, valamiféle erőpróbának tekintem, sajnos, mert ehhez nekünk nincsen kedvünk. Tehát ez az ön részéről következett be, remélem a tantestület nem így gondolkodik ebben az ügyben. Még annyit elmondanék az őszinteség kedvéért, hogy én az elmúlt héten, tehát néhány nappal ezelőtt egy közvetítőn keresztül, tehát nem személyesen, de egy közvetítőn keresztül, aki korábban is ajánlotta azt, hogy Zara Melindát nevezzük ki igazgatónak, én Zara Melindát is megkérdeztem, hogy vállalná-e azt, hogy 1/2 évre vagy 1 évre kinevezzük, tehát egy ilyen rövid időre szóló megbízást, ő ezt nem vállalta akkor közvetítőn keresztül. Tehát azt gondolom, hogy mind az, hogy ma én arra tettem javaslatot, hogy önt kinevezzük 1/2 évre, mind az, hogy Zara Melindát erre felkértem, a maximális együttműködés jele, de más-más módon elutasítás jött vissza az önök részéről. Remélem ez nem marad így a közeljövőben. Nos, törvényi szabályok garantálják a helyettesítést, ilyen módon az iskola zavar nélkül működhet tovább. Gátat lehet ennek vetni, de én azt gondolom, hogy az egyértelműen problémákat fog okozni. Szeretném javasolni önnek és annak, aki ebben az esetben hasonlóan döntött volna, tényleg az iskola javát nézzék, mert az iskola javát 1/2 év alatt is lehet szolgálni, meg 1 nap alatt is. Nem lehet ilyen kizárólagos kritériumokhoz kötni. 5 éves vezetői programot megfogalmazni meg lehet, de nem biztos, hogy egyetlen ilyet lehet megfogalmazni akkor, ha számtalan variáció lehetséges, és épp ezt próbáltam a napirend vitájának elején elmondani, hogy többféleképpen alakulhat az iskola sorsa. Mindegyikre
nem tetszett forgatókönyvet készíteni, ezért is lett volna különösen jogos a fél éves kinevezés. Úgyhogy mindaz, amit itt az ön megszólalása alkalmával eltetszett mondani, az számomra nehezen érthető és értékelhető, mert nem a valós helyzetre tetszett választ adni, hanem egy őszi érzelmet tetszettek felelvenníteni. Én ezt nagyon sajnálom, remélem, hogy ezzel nem süllyedünk vissza oda, ahol néten indultunk. Én továbbra is azon leszek, hogy az iskola zavartalanul működhessen. Nem hiszem, hogy az elmúlt fél évben bármire panasz lehetett volna. Ha pedig gondjuk van, akkor ezután is ajánlom, ahogy ezeken a személyes megbeszéléseken is ajánlottam, akkor keressenek meg. Ahogy például igazgató úr levelet írt, azonnal fölhívtam őt. Nem tudok tovább menni abban, hogy segítsek az iskolának. Ha önök ezt nem akarják hagyni, akkor nekem nagyon nehéz dolgom lesz. Remélem, nem ez a cél. Nos, köszönöm szépen. Tovább lépünk az ártülésre, és akkor kérem azokat, akik az ártülésre nem lehetnek jelen, hogy legyenek kedvesek minket egy időre magunkra hagyni. Köszönöm szépen!